Nagy szeretettel üdvözlöm Bencédi Lilit, aki utolsó pillanatban érkezett a korozsári magyar napokra. Bencédi Lilit nagyon jó helyre tette el a gólya. Genetikai szempontból tessék megnézni ezt a családot, ahol az egyik gyerek szobrászművész, a másik színész, a harmadik operatőr. Édesapja azt hiszem, hogy Korozsvár egyik legismertebb szobrásza volt. Én azt hiszem, hogy nem tévednek, ha azt mondom, hogy nincs Korozsváron olyan értelmiségi vagy kultúrával valamivel foglalkozó ember, akinek a lakásában ne legyen egy Bencédi szobor. Azt kell mondjam, hogy világhírű szobrászművész ennek hívott. Bencédi Lilinek a egyéni kiállításai kismillió és a csoportos kiállításai másik kismillió. Csoportos kiállításban láttam, hogy Tájföldön is volt. De egyéni kiállítása pedig nagyon sok hangot. Úgyhogy én azt hiszem, hogy egyáltalán nem túlozzunk, és legyünk büszkék, hogy Korozsváron felnőtt, tanult, és 73-ban a John Andrészkor végezte művészeti intézetet. 14 éves korában együtt dolgozott édesapjával. Járványkórházban van egy fa szobrod, szépen mondtam, hogy táncoló nők. Az volt a diplomám munkám. És nagyon szép, ezt azt mindenki ismeri, aki valaha oda tűnik. Szávai Géza egy ismert név Korozsváron, innen Romániából ment ki Magyarországra, és olyan szépen ír Liliről, hogy muszáj idézem. Azt mondja Szávai Géza, hogy én az abszolút komolyan vett műgondnak, humornak, olyan tüneményes számban levő ötvözetét még soha az életemben nem láttam. Az első egyéni kiállítása 74-ben volt Lilinek, és 87-ben pedig elment Svédországba. El fogja mondani, hogy komplikált és kalandos volt a kimenetele. Svédországban letelepedve ott is dolgozik, azt szeretném megkérdezni, hogy te most hazajöttél, vagy otthon vagy, és majd visszamész oda haza Svédországban, vagy Budapestre. Hol van itthon, és hol van otthon? Én otthon érzem magam pont ott, ahol vagyok, mert általában jól érzem magam. Nagyon jól érzem magam Korozsváron, nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek, igazán úgy meg vagyok hatódva. Nem számítottam sem erre az előadásra, sem a meghívásra, és rendkívül megtisztel. Tudod, Alatti, hogy akartál is hasonlítani az édesapádra, és le is akartál tőle válni. Az a groteszk, amit te rátettél egy lapáttal az édesapád művére, az téged teljesen más művészeti tájra vezetett, mert az az érzésem, hogy eredetileg édesapádtól örököltél mindent, csak azt akartad, hogy azért más is tegyél. Egy ösztönös vagyok. Tehát az, hogy én tudatosan kitűzöm magamnak, hogy azért is más leszek, attól hogy nem leszek más, hogyha de olyan vagyok. De én máshol nőttem fel, mint ő másak a reflexeim. És természetesen belőlem másképp reagálok a világra, mint ahogy apám teszi. És akkor én más lettem, de ez nem egy program. Bejön egyszer sírva az óvónéni, hogy mindenki kell sírjon, nagy baj történt. Nagy veszteség ért minket, sírunk. Meghalt Sztálin. Akkor hát én elkeseredtem, nem tudtam, ki volt Sztálin, nem tudtam róla semmit, csak azt tudtam, hogy őt nagyon kell szeretni, és mindenki kell sírni. Akkor hazamegyek, és mondom apámnak is, hogy most itt szomorúnak kell lenni, meghalt Sztálin, sírjunk. Erre apám nagyot örökött, és azt mondtam, a végre. Ez egész felnövetelem alatt, gyerekkoromban neki. Később is ez megvolt, hogy vajon úgy van, hogy mondják, vajon
Nagyon hamar megtanultuk, mit lehet otthon mondani, és mit kell az iskolában mondani. Ez a szkizofrén rendszer végig jelen volt az életünkben, és ennek a rendszernek ez volt a legnagyobb jellemzője. El is mondtam azt a viccet, hogy annak idején azt mondták, hogy Romániában 2,5 kommunista van, és pedig az egyik Ceausescu, az egy, a második a felesége, és a többi fél. ezt a mentalitást megtanultuk. Bocsáss neki, megtanultuk. Na, hát aztán utána a sztalin után folytatódott a anyám apám vitái. Hát anyám ilyen telivér pessimista, apám telivér optimista. Harkas! Mondja apám, hát ha valaki meghallja. Apám, hát nem mondtam sem, de hogy nem, de fogsz, vagy ilyesmi. És akkor, hát apám azt mondta, hogy nem kell félni, nem azt mondta, hogy félni kell, szóval ez mindig megvolt, hogy vajon mibe, úgy, mibe nem. De... Én hogy nem fogok tenni. Jó, ebben a politizálás, de muszáj közben szólják, hiszen a házatoknak az egyik rendkívüli érdekessége Kolozsváron ilyen ház nincs, a szobban egy szobor az ajtó fölött, ahol édesanyám nyakában ül édesanyám. És így elhúzza a száját, és kinyújtja a nyelvét, és röhög a világra. Hát ehhez azt kell hozzáfűznem, hogy ahogy hallottam, mert már nem laktam ott, ezt talán Jóska jobban tudja, hogy egyszer csak megjelent, becsöngettek. Telefonon hívtak. Hogy? Telefonon pártól felhívtak. Felhívtak, de nem jöttek oda, mert ki is jöttek, mert apám mondta, hogy jöjjenek, nézzék meg. Tehát egy irredenta szobor, vagy mi az? Egy fehér nép, fehér egy román asszony hátán, Telekis, ahova sok turista jár, hát ezt le kell verni. És akkor apám erre megmagyarázta, hogy hát az ő és az ő feleséges, és ez személyes, és ez őket jelképezi, hogy na, az ő harcukat, és a ház fölépítésének a nehézségeit. Olvastam, hogy eleinte édesapád mellett dolgoztál, mint magán művésznél, tehát nem tartoztál sem, aztán utána édesapád körülben azt hiszem, hogy te Korondon születtél, azért, mert édesapád Korondon volt tanár. Igen. Igen, de csak egy évig. Utána jött a főiskolára, és én a főiskola után, ha bár kaptam egy repartíciót, mert mindenkit ki kellett helyezenek, a munkanélküliséget büntették. És aláírtunk egy szerződést, hogy 3 évig, vagy nem tudom, most már 10 évig, nem tudom pontosan, kell, 3 évig kell dolgozni ott, ahova kihelyeztek. Na, nekem hiába volt gyerekem, műhely, mindenféle, a legközelebbi állás az Sarmaságon lett volna, a Bányász Liceumban tanítsam a műszaki rajzot. Na, hát én utána néztem, hogy lehet oda jutni, ez teljesen kitér, de azért mégis valahol érdekes. Hát nem volt sem autóbusz, sem vonat, se semmi Kolozsváról, hát autóstoppoztam. És az első autó, ami megállt, az egy Sarmaságra menő halottas kocsi. A halottas népben benne. A végén az állásom el volt foglalva, és így megúsztam, kaptam egy papírt arról, hogy nem felszabadítanak, és tehát ők örültek annak, hogyha én azt mondom, hogy nem akarok ott lenni. Mikor visszajöttem a tanügyhöz, azok is örültek, hogy nem kell nekem állást keresni, meg örültem, hogy lehetek szabadfutós, így lettem az apám műhelyébe. És annyi pénzt kerestél? Jaj, ezt majd elmesélem. És annyi pénzt kerestél, hogy ki tudtál lenni, és igaz. Na hát. Ott hallok mindenkit, a két gyereket, férjet, apát, anyát, testvéreket, mindenemet, amit 40 év alatt megszereztem, utcó neki.
szavusztok. Nem, éppen ilyen egyszerű. Hanem, szóval én már voltam nyugaton, meghívtak 10 évvel a Svédország előtt. Meghívtak Franciaországba, a Strasbourg-i egyetem. És hát akkor, és itt jön az a bizonyos, hogy mennyit keresek, akkor hát nagyon meghatódtam, persze megyek, könnyen mennék, ugrottam rögtön, mentem a Security Party-hoz, beadom, vagy fogadsodába útlevélosztályhoz, beadom a kérvényt, hogy mehessek, visszautasítanak, mert kihallgatásra. Mi a probléma? Hát az a probléma, hogy nekem nincsen állásom sem, családom sincs, lakásom sincs, és meghív a francia egyetem. Hát egy ilyen alakot nem engedhetnek ki. Hát ezt én megértem, mondom a főnöknek, aki Delia elvtárs, azt hiszem, aki kihallgatott. Ezt megértem, de ha úgy veszük, hogy nincs állásom, de pénzem van, nézze meg, hogy mennyit keresek, és hogyha én anélkül bemennék dolgozni, keresek annyit, mint ő, akkor ez egy probléma? Nincs semmi válasz. Na, igaz, hogy nincs férjem, de nekem attól még van pasasom. Csak nem papírral. És még annyira van, hogy terhes is vagyok. Így rendben van? Hát ezzel már még jobban nem gondolkozok. Hogy nincsen szerződés, megegyezés a román és a nyugati vasutak között, hogy én nekem a csomagomat odavigyék. Tehát én azt kellett, igen, na semmi probléma, csinálunk két bölöndöcskét, ilyen-olyan csomagot, tehát tudod milyen, hát mi az, hogy Lindy, 7 csomagot annyi lett, ott várnak, itt föltesznek, el van mindegy, nem semmi baj. Na, elvisznek, eljön a férjem a határig, ott jön a vám. Be kellett vinni, ki kellett bontani, meg kellett nézni a pecsét rajta van-e, utána visszacsomagolni, és már fütyült a vonat. Hogy vigyük oda? Hát van 7 csomag, vagyunk 2-en, és akkor mondja, de te ne cipelj, mert hogy baj lesz. És akkor valakit megfizettünk, hogy segítsen. Az elett a pénzt, és elfutott. Éjjel 12 lehetett. Na, valahogy, aztán jött egy olyan nagyon rendes alak, azt mondta, hogy na, én segítek, ugorjon fel a vonatra, mert már az indul, amennyit lehet feladok. Ez komolyan mi volt. Na, hát is ennek fölkerült az összes, mikor fölvegyük a vonaton, jön a magyar határőr, megnéz mindent, megint jön a vámos, az már nem törődött fel, a románnak átengedték, és a magyar addig nem ülhettem, mert nem volt ülőhelyem, nem adtak olyat. Álltam, éjjel valamikor érkeztem Magyarországra, magyar területre, és ott azt mondta az alak, hogy no hát itt van ez a rengeteg csomag a folyosón, azt nem szabad itt legyen, de hát hol legyen, és különben is ez a vonat nem megy Franciaországba. Hát ez a vonat megy Franciaországba, de nem, ez át kell szállni a Pesten. Na, aztán meglett valahogy odaértem, de amit akartam még mondani, hogy mennyire meglepett itt. Nem tudom, emlékeztek, hogy milyen gyönyörű fényesség volt Kolozsváron 78-ban még. Hogy a tűt arra voltunk büszkék, a béketérre friss neon csöveket raktak, neon lámpákat, és arra voltunk büszkék, hogy meg lehet találni még az lejtett tűt is az éjszaka közepén. Emlékszik el az időre valaki? Nem. Hát ilyen volt. Én emlékszem, mert gyönyörű volt. Keresztül jutok a kommunista blokkon, jön a sötétség. Mindenki oda vágyott, és nagykorom fekete, semmi fény, semmi kivilágítás, egy város sem volt kivilágítva, korom fekete.
Strasbourgban. De hát Franciaország előtt már mondták, hogy sztrájkolni fognak a vasutasok. Hál' Istennek, nagyon örültem neki, hogy akkor nem kellett sietni Strasbourgba a leszállással. Tehát ott megérkeztem, láttak mindenkit. Na, jó, aztán a többit, hogy a professzor spórolt a fűtéssel, meg a vizet nem volt szabad használni, én borzasztóan el voltam csodálkozva, hogy nálunk ilyen probléma nincs, nálunk folyik a víz, ahogy akarjunk, a béketéren megkapjuk a tűt, és azt mondják, hogy de... Elcserélted a kávát, de a szegény... Igen, a szegény nyugat. Kérdezték, hogy hogy mit szólok a nyugathoz? Hát én mozasztól le voltam döbbenve. Én ezt hallottam, és mondtam is nekik, hogy náluk bezzeg minden fénybe ragyog, és a víz folyik, és minden. Azt mondták, hogy még az majd nem lesz. Hát nem, ugye egy kicsit később volt, de én nagyon jól emlékszem Hoffinak arra a bemondására, hogy megy a vonat, azt mondja, milyen állomás következik, azt mondja, így jel. Sötétebb lenne, akkor azt mondanám, hogy Bukarest. Tehát ez mi volt? Hát a 80-as évek. 80-as, 70-as. Utána nagyon hamar jött a sötétség. Borzasztó hamar jött a sötétség. Sötétség, tudod, mikor jött? Rögtön a háború után. De nem az olyan sötétség, az agyakba jött a legnagyobb sötétség, az agyakba jött sajnos. Na és Svédországban valakihez mentél, vagy valaki várt, vagy volt valami ígéreted, hogy kapsz egy állást? Miért pont Svédországot találtam? Hát azért... Bátor fehérnél vagy, azért egy jó kereső, már befutott művésznél kimegye neki a világban, de mégis neked lett igazad, kint szerezted meg azt a világhírtat. Sok meghívással, hát esik, mondom, nézzétek meg, hány kiállítása volt. Igen, figyelj, ez nem bátorság, szóval én nekem addig, én nem meghívott a francia egyetem, voltam Gabrovóba, képviseltem az országot, a Humor Fesztiválon, szenzációs élmény volt, voltam Hollandiába a Franciaország után, onnan is visszajöttem. Tehát én nem voltam az, aki hülye, bátor és kimegy. Tényleg úgy éreztem, hogy sietek. Tehát, hogyha én akkor még megint mozgok. Tehát én úgy éreztem, hogyha nem megyek el, és ennek sok minden így összejött, hogyha nem megyek el, én nem tudok életbe maradni. Jó fizikailag igen, de tönkre megyek. És ez egy kétségbeesett menekülés volt valóban, nem úgy, hogy lőttek utána, mint ahogy aztán az összesondi rendőr, mikor először kihallgatott, akkor ez szépen, nagyon kedvesen, így teljes empátiával azt mondta nekem, de hát kislány 40 éves, értse meg, hogy ide jönnek olyanok, hogy lelődik, hátba szúrják, mindenféle szörnyűség. És maga meg azzal jön, hogy megsértették. Ez így nem megy. Na, de szóval megértették a problémámat, és azonnal megkaptam, miután bekerült volt egy ilyen ügy, amikor végre megtudtam, hogy maradhatok, akkor megcsináltam az egyéves tervemet. Ugyanak, hogy az mi? Hát az egyéves tervemben az volt, hogy megtanulom a nyelvet, és akkor megtanultam a nyelvet, akkor leutaztam a honlap, és megcsinálom az első kiállításom a Svédországban. Eszembe nem jutott, hogy ez egy probléma. Nekem soha nem utasítottak vissza a kiállításra. Na, és akkor aztán én minden nap dolgoztam, és itt a fülembe ment a svéd. Jártam iskolába is, és másztam a helyre, mert kondíciók kell. És akkor megvettek a szónak, lementem Stockholmba, és akkor a fotókkal kezdtem járni galériára, hogy kifogad be. Hát aztán nem nagyon könnyű, aztán erre rájöttem, mert vagy fizetni kellett, vagy három évet várni.
nekem pedig öröktön kellett. Akkor mentem egész addig mentem, amíg a régi városba, az óvárosba, kaptam egy galériát, amelyre azt mondtam, hogy na, itt nekem valami nem stimmel. Kiállítottak négy drótot, valami követ, és azt mondtam, hogy ha ezt el tudják adni, hát akkor rendben van. Modern művészet. Jó. Tehát ez mind eladás nem működik, és vajon erre kell várni, hogy a drótokat kiállítsák, mert ha három évet vár az illető, hogy három drótot kiállítson meg egy követ, akkor itt megint nem stimmel valami. Akkor bemegyek és megkérdeztem, hogy na, éppen mik a kondíciók, hogy lehet időt fogni, szenzációs helyen volt. Minden turista ott jöttem. Azt mondja, hogy pont van egy lyuk. Egy hónap múlva mehetek. Nagyszerű. Hát megmutattam persze előtt, miket csinálok. Minden rendkívül szimpatikus valamit volt. Egy hónap múlva mehetek a munkákkal. Kati aztán eljött. Egyszer csak jön a vigyorgó Kati. Szerusz, Lili! Na, szóval kiállítottam egy hónap múlva, kis Zoli már, nem tudom, valaki ismeri-e. Megkérdeztem, hogy lakhatok-e már, ő pont el akar utazni, úgyhogy lakhattam. Kis jelöltem. Hol égettek ki a munkákat? A munkákat kollott. Ott van Östersundban volt egy kerámikus. Én otthon dolgoztam a konyhában, amikor kaptam az, a kommunitől egy lakást, amikor megadták a menedéket, vagy nem, még nem kaptam menedéket, ilyen letelepedési valami. És jobban mondta a menedéknek, illetve meg elfogadták az okaimat. És akkor ottan kezdtem dolgozni a konyhában, és kiégettem egy kerámikusnál, aki ott dolgozott a városban. Na, és akkor mikor lementem ez a kiállítás, ott jött a férje. Én különben ahhoz hozzával, ez nagyon, utána soha. Vagy nem, hogy azért jöttek, azt mondja. De én is arról volt, hogy kijön a tévé, úgyhogy igen. Na, hát szóval én egy szenzáció lettem valahol, mert szóval egy év után, és már beszélek, és egy kiállításra való anyag, és északról délre, mit tudom én, délát, azt csak egy osztag közepére megjelentem, és kiállítottam. Szóval ez azért különlegesség volt, és aki Ingmarie Fruman, már rendkívül szimpatikus, mert kiderült, hogy lett tőlem szóval. És felismerte a munkámat, valahogy a kilakadból, és akkor fogott, hogy én vagyok én. Hát voltam műhelyben, én nem voltam ott, hanem pont akkor voltam Franciaországban, 10 évvel azelőtt. Voltam műhelyben, én ezt nem tudtam, vett tőlem egy szobrot, apám mondta, hogy valaki külföldi volt, de nem mondta sem, azt mondta, nem mondta, hogy milyen ország, és sem azt mondta, hogy kicsoda, nem volt meg seccén, se semmi. Na, eljött, és akkor, hogy lesz lefilmezni. És szombat, péntek este, bement azt a szituáció, egész országos félébe, hát másnap sokkal tök. Nagyon tetszettem. És végül beszélt a kis szegényeket. Nagyon meghatottam őket. Nem. És aztán akkor eleve, amikor visszamentem Östersundba, már lejárt a nyelvtanulási valami. Tehát van egy ilyen alap svéd tanulás a iskolában, és azt már kijártam, és akkor utána minden becsületes gondoltam én, el kéne menni dolgozni. És akkor megjelentem, gondoltam, hogy na, mit csinálnék én itt, ebben az országban.
Tehát én roman fejjel gondolkoztam, mit kell csinálni egy olyannak, aki nincs munkám. Hát elmegyek sztojkaeltáshoz. Sztojkaeltás volt a kultúrosztály főnöke, ismeritek? A kultúrosztály főnöke volt akkoriban, és hogyha valami probléma volt, akkor oda kellett menni sírni, vagy valami megmondani, hogy mi hát itten baj van. Ti itten sztojkaeltás. Hát ott egy kultúrfőnök, az ottani kommunél is, akkor megjelentem nála, hogy én itt vagyok ennyi meg ennyi éve, itt tudom én egy éve. Én volt kiállításom Stockholmba, és elégeztem az iskolát, beszélek svédül, amennyire beszélek. Én nem tudom, hogy lehetnék nekem hasznomat, takarító nőnek nem vagyok éppen én. Főzni nem tudok. Valamit találjon ki. Erre nagyon örülök. Azt mondtam, hogy ő engem látott. Ő rólam hallott, mert már mesélték. Hát jó, hogy én nem tudtam, de ott a nyártott is a plecska, hogy itt van egy fura alak. Sőt, akinél dolgoztam, megkérdezte, hogy a tegnap voltam koncerten. Mondom, igen, honnan tudod? Hát mondta a feleséget. De hát honnan tudja a feleséget? Sose látta. Hát honnan, hogy elmesélted neki, hogy hogy nézel ki? De hát attól mi csoda, igen, ott volt 400 ember, honnan ismert föl? Na, hát látta. Bridget Pardo se csinálta valami, gyöngyöm van ezt a tanulmányt. Na, hát szóval minden esetre fölismert ez, és ez az alak is hallott rólam, tehát ott beszéltek, valamiket beszéltek ez annak, az annak mondták. És hát azt mondja, hogy hát gondolkozik. Egyszer csak jön egy ötlete, hogy a megyei kórház homlokzatára elvállalnám-e, hogy csináljak egy reliefet. Hát mit gondolsz, elvállaltam? Na igen. Na úgy voltam. És akkor aztán ezt megcsináltam. Volt rá egy ilyen egyéves kontraktom. Katinak a férje segített a módszerbe, hogy hogy rakjam össze. Ők akkor már ők is kijöttek összesúdba. Katilónak a testvérem, aki ott ült. Én főztem a töltött káposztát. Ő főzte a töltött káposztát, én nyugodtan dolgozhattam, és a férje pedig megmagyarázta, hogy ott kell megkicsinyíteni a nagyot. Na, szóval megcsináltuk, vagy megnagyobbítani a kicsit. Az építészmérnök mind a kettő, úgyhogy nem volt egy probléma, megoldódott. Csak a probléma ott lett, amikor megcsináltam, csináltam az egészet, egyszer ki is égettem, és akkor meg akartam ütemelni a Kanári szigeteken, most már pénzem is van. Egy ilyesmire olyan sok pénzt adnak? Hát a Kanári szigeteken kiégettem még egyszer, és az összes szétment. Ezek a lényeket megcsináltam és megüldetettem. Hát akkor meg kellett csinálni még egyszer. De tudod, hogy miért ment szét? Tudom. Hát az harmadszor, mikor már másodszor is szétment, akkor már nagyon nap elkezdtem bőrni, és néztem, hogy hol lehet beugrani a... De mi van a receptben, volt valami hiba vagy? Hát szóval a hiba ott volt, hogy itten Kolozsváron volt agyag. És az agyag. És nem volt 20 féle. És én annyit, és én nem tudtam, vagy hát nem végeztem kellene szakot sem. Pontosan tudtam, hogy melyik az, amelyik kibírja azt a sok ilyen-olyan mozgatást, amit én kellett csinálni, azt én úgy kellett csinálni, föl is lehessen rakni. És akkor csináltam egy ilyen valamit alulra, ahogy aztán fölteszik. Tehát én miután félig kész volt, meg kellett fordítsam, hogy megcsináljam az alsó részét, hogy az fel lehessen rakni, meg ilyesmi. Tehát én kellett őket forgassam, mozgassam menni, és egy olyan nagyon kellett, amelyik ezt bírja, és bírja azt is, hogy ilyen nagy, de, és kiégessem 1250 fokon, mert másképp nem bírja a hideget. De nem kellett.
választpénzt fizessél, amire... Megcsináltam, még időre megcsináltam ennek ellenére, szóval nem volt. Kicsit többet dolgoztam, még kétségbeeséssel, beakadtam a tóba, meg már gondolkoztam azon, hogy hogy legyek öngyilkos, mert én ezt nem most így várom a családomat ki, hogy én közben börtönbe vagyok, hát ez sem lehet. Szóval... Inkább akkor már a kanálisztény. Nem, hát akkor nem tudom, csak hát az előtt volt, mikor még nem tudtam, hogy ilyen. Igen. Akkor mentem, amíg azt hittem, hogy minden nagyszerű. És ez maga a büntetés, hogy ebből a pénzből nem szabad élni, mikor még nincs az egész meg. A kanári szigeteket hagyhattam volna, akkor amikor minden megvan. Csak a szilvesztert is ki kell bírni. A következő szilvesztere másképp volt. Akkor munkával... A ságod Svédországon? Igen. De a magyarokon kívül van társaság? Vagy csak a... Főleg nem magyarok. Főleg nem vagyok. Hát, ide figyelj! Hogyha én Észak-Sírországban éltem 20 évek, ahol hát magyar volt egység. Volt turista, kapni, de hát mennyire elköltöztél onnan elég hatalmat. Mit tudom én? Voltunk hatunk magyarok unokatestvérek. Unokatestvérek, igen, hát a család. Család. Kivis Géza. Na de te is ki kell egy magyarokra jártál össze, vagy magyarok? Én csak ezt azért mertem meg, de mert nagyon sokan, akik kimennek, az a problémájuk, hogy nem találnak más társaságot, csak a magyarok. Na várjál csak, én ezt talán megfordítom egy is. A lányom, amikor 16 éves volt, mint egy ilyen kisebb oda a svédet, akkor a svédet, mikor már jól tudta, és a matematikát minden beépített, akkor azt mondták, hogy na most már te kell tanuljad az angolt, mikor az angol is valamennyire ment. Na hát akkor most már kezdhetjük a németet. És kezdjük, az egészet behozza ezt a sok nyelvet. Mert sem a svéd, sem a német, sem az angol, sem a magyar, a magyarul beszéltünk mi otthon, de neki nagyon sok volt. Akkor azt mondta nekem a Bent, aki miatt felköltöztünk Köztesunkba, hogy ő azt ajánlja, hogy menjen el Amerikába egy évig. Na most már ez az egy év az iskolába, cseréiskolába. És akkor legalább az angol és egy svéd, egy évet kimarad a svédből, de azt már nem fogja tudni hozni, azt annyira tudja, tehát, és akkor így az egész valahogy lelépszik. Amikor itt volt Amerikában, 3 hónapot kapunk egy levelet. És a levélben az szól, hogy na most már a megismerkedés gyönyörűsége és izgalma leületedett. És következik az, amikor rájön arra, hogy itt minden másképp van, mint otthon. És mindenki hülye. Abban az esetben, hogyha ezt erősítjük meg benne, tehát ő olyanokkal jár össze, akik hasonlóan éreznek. Avagy kimegyek és jaj, szegényként gyere vissza, avagy olyan levelet írok, ami valamilyen módon ezt az érzést benne erősíti, azt mondtam, hogy ezen túl kell esni, ha azt akarjuk, hogy egy új kultúrába valamennyire bele, tehát keressen ott barátokat, ne olyat, aki saját környezetéből pont olyan elégedetlen, ismerje meg azt, hogy miért van, mert az, hogyha 10 000, 1 millió ember így csinál valamit, annak meg van az értelme, és azt kell megkeresni. Hála, jó is. De most lassan azt hiszem, hogy tekintettel arra, hogy még nincs csak egy szobrászművészel van dolgunk, hogy térjünk rá a képeinkben levő szobroknak a bemutatásához.